Sziasztok mindannyian! Ma egy feletté fontos hírt szeretnék megosztani veletek, hogy mi is az, már is kiderül. Doppergés! Rádió műsorvezetőnek kértek fel engem! Honnan is kezdjem ezt az egész sztorit? Remélem mindannyian ismeritek Kettner Harryt. Hogyha nem, akkor itt az i-betű, nézzétek meg a csatornáját, nagyon-nagyon jó videói vannak. Csináltunk már közös videókat, vlogban sokszor megjelenik az én vlogjaimba, én sokszor az övéibe. És most egy új projektet kezdünk, azonban nem ketten, hanem drága Szecsó barátunkkal is. A műsor arculatát már régen elkezdtük tervezni, régebben, most értünk el odáig, hogy ma felvesszük az első adást. Úgyhogy nem is akarom nagyon elhúzni ezt az egészet, most megyünk a rádióba, és felvesszük az első Vlogdealers adását. Jaj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 
De furcsa érzés úgy beszállni az autóba, hogy nem fagyok szét, és az embereket úgy látni az utcán, hogy fagyiznak, és rövid ujjúba vannak. Megjött a tavasz. Érzem a tavaszt, érzem az illatát, ahogy a levegőt járja át. Jaj, na most pedig... Most pedig irány a rádió, és késésben vagyok, Szecsó már vár rám valahol, fel kellett vennem, és utána a rádióba találkozunk Henryvel is. Ha, izgulok, mert azért óvatosan vezetni, azt úgy muszáj. Úgy gyerekek, már indokolt lenne a napszemüveg, nem látok semmit konkrétan, azt a rohadt, hát ez így nem lesz jó. Na hát, drága Szecsó kollégával itt várjuk a másik kollégát, aki mindig késik, mert Harry mindig késik, és nem 10 percet, hanem minimum egy fél órát. És az a legaranyosabb benne, hogy én ezt azt mondja, 5 percet kések, aztán 10 percet később megszól, hogy jó, már csak 10 perc, és ott vagyok. Harry, mennyit kell rád várni? Atya úristen! Na szevasz! Ciao. Milyen volt Róma? Imádtam. Jó volt? Nagyon. Harry ma hajnalba ért vissza Rómából. Ez itt a radio, de mi nem itt leszünk, ez az élős, élős. Na gyerekek, akkor most én gyorsan bevezetem. Hát igen, úgy néz ki, rádió műsorvezetők lettünk így hárman. Leszünk. Így van. Föl se vettük. Hogyha minden jól megy, akkor azok leszünk. Így van. Hogy jött ez az egész, Henry, gyorsan meséld el. Kaptam egy lehetőséget, hogy betöltsek egy szerepet egy rádiónál, most ez mindegy, hogy milyen szerepet, betöltök egy szerepet egy rádiónál. Már az elején tudtam, amikor még első indult a rádió, hogy szeretném majd csinálni egy műsort, amit vagy én vezetek egyedül, vagy többen vezetünk. Amikor így bejöttem ebbe az egész YouTube-os világba, amit most ti is néztek, akkor nekem már ez egy ilyen rejtett célom volt, hogy megismerjek embereket, és ide szerezzek magam mellé két olyan embert, mint az Andris és az Ábel, hogy megtaláltam a két nagy tehetséget. Ő lehet, hogy tehetség, mert ő már rágyózott, de én se. Ne olyan, ne én hol vagyok tehetség? Hát úgy néz ki, hogy kezdjük. Kezdjük az első adást. Mondd be ilyen műsorvezető hangon, hogy most jön az első adás. Jó. Ez itt a Vlog Dealers első adása. Élőben, nem élőben. A stúdióban Kettner Harry, Török Ábel és Szecsó. A stúdióban Kettner Harry, Török Ábel és Szecsó. Ez a Vlog Dealers. Hát sziasztok, megérkeztünk. Hello, hello, sziasztok, mi újság? Az nem igen, már ezt nem a YouTube-on vagyok. Tényleg nem a YouTube-on vagyok. Már szerintem egyből rá is tértünk az egésznek a lényegére. Igen. Na gyerekek, felvettük az első adásunkat, Vlog Dealers, itt van Andris éppen live-ol, és megvan az első adás. Na, itt hagyjuk tehát a stúdiót, remélem azért ide még visszajövünk, kövessétek nyugodtan a munkásságunkat a rádióban is, ne csak a YouTube-on. Na, megye, sziasztok!
Na tehát itt vagyok éppen a Gellért hegyen, a szokásos timelapse, hyperlapse forgatásos eseményen. Hát ezt ilyen heti rendszerességgel szoktam nyomni. És hetente járom a város, de valahogy a Gellért hegyre mindig feltérek. Kedvenc helyem egész Budapesten. Általában én ide feljárok, hogyha gondolkodnom kell az élet nagy kérdésén, ha szar kedvem van, ha jó kedvem van, ha túrázni akar az ember, akkor is tökéletes, hiszen elég, hogyha nem a kiépített úton jössz fel, hanem hát az ösvényeken. Igen, én mindig így szoktam feljönni, és azért vagyok most is ilyen izzadt. És egyébként a férfi nézőimnek mondanám, nem rossz első randinak se, hiszen hát egy hegymászás, közös hegymászás alkalmával egymáshoz közelebb kerülhettek. Viszont az már leszűrődött, hogy mivel egyedül vagyok, nem randizni jöttem, és nincs is rossz kedvem, nem is nagyon gondolkodni jöttem. Nem tudom, mióta néztek engem, de hogyha elég régóta néztek engem, akkor tudhatjátok azt, hogy ezt egy kicsit jó, akkor tudhatjátok azt, hogy szeretem kibontani előttetek a leveleket. Ma 4 levelet fogok kibontani, még mielőtt elkezdenénk, elmondanám, hogy a pontos levelezési cím ott van mindig minden videó leírásában. Persze nem a saját otthonom a levelezési cím, ezért azon általában, hogy hagyom, hogy gyülekezzenek a levelek, és utána egy videóban együtt kibontom őket, úgyhogy kezdjük is az elsővel. Andrástól jött. Szia Ábel, Andris vagyok. Szerintem te vagy a legjobb videós a világon, ha egyszer Budapesten meglátnálak, annak nagyon örülnék. Büszke lehetsz magadra, hogy 45.790 feliratkozód van, és hogy én is közte vagyok. Ja, hogy ez a vagyok, ez így van leírva, hogy vo-ok. Tehát, hogy azért ehhez nekem kellett egy kis idő, hogy ezt megfejtsem, hogy ez a vagyok, ez a vo-ok. Köszönöm szépen, Andris, a leveledet, és igen, tudom, kicsit régi a levél. És ezt most vettem észre, gyerekek, hogy Andris tett bele ilyen, hát nem tudom mi ez, hűtőmágnes, matrica, valamiket, tehát hogy kaptam 200 eurót Andristól, azta, most már gazdag vagyok. Szia, Ábel, Balázs vagyok, 16 éves, és te vagy az első videós, akinek levelet írok. Nemrég kezdtelek el nézni YouTube-on, de rövid idő alatt az egyik kedvenc videósom lettél. Én is a filmezéssel szeretnék foglalkozni, később szeretnék elkezdeni akrobatikázni is, és azt szeretném megkérdezni, hogy te hány évesen kezdtél el járni ilyenfajta edzésekre. Akrobatikára Rómában, amikor kiköltöztünk, akkor kezdtem el járni. Na most az volt 5 éve, úgyhogy akkor 14 évesen kezdtem el edzeni akrobatikát. Nagyon tetszenek a videóid, igényesek, humorosak, és látszik, hogy sok munka van bennük. Arrivederci, buongiorno, take care, best regards, Balázs. Na, köszönöm szépen, és ahogy látom, Balázs itt félreírta a dátumot, mert 2016-ot írt, és utána áthúzta, hogy 2017. Balázs, odafigyelni ám. Jöjjön a harmadik levél a 4-ből. Én Dani vagyok, 15 éves, nekem te vagy a kedvenc videósom, már kb. Egy éve követem a csatornádat. Az első videót, amit tőled láttam, az a Mersz vagy Mersz 3. Gondolkoztál már azon, hogy indítasz egy olyan videósorozatot, ahol bemutatod, hogy hogyan kell kezelni egy komolyabb fényképezőgépet, vagy fényképezéshez tippeket? Na most kedves Dani, elmondom, hogy nekem van egy olyan videósorozatom, amiben elmondom, hogy hogyan lehetsz videós. És ebben a videósorozatban, a következő részben nem tudom mikor jön, de pont a felvételről és a fényképezőgépek használatáról fogunk beszélni. Na most nem komoly fényképezőgépeket mutatok be, hanem ezt. Ezt is meg kell tanulni ahhoz, hogy utána komolyabb gépekkel is el tudjál bánni. Jöjjön a negyedik és egyben legérdekesebb levél, hiszen Ontario Kanadából jön. Jó tudni, hogy onnan is néznek engem magyarok. Ez nagyon érdekes lesz. Monika írta a levelet február 10-én. Fel is olvasom. Kanadából írok és angolul folytatom a levelet, mert sokkal könnyebb számomra anyanyelvemen írni. Remélem, hogy ez nem lesz baj, mert ahogy érte maga a videókról, nagyon jól érted az angolt. First a little bit about myself, my name is Monika Német, I'm half Hungarian, half Polish, Ukrainian, born and raised in Toronto, Canada. I am planning to continue my studies in Budapest this fall, and as a result, it is essential that I have a very good understanding of the language. A few years ago, your video titled Milyen magyarként élni külföldön appeared in my suggestion box. While watching this video, I was able to relate to your experiences of living abroad, missing different aspects of your country such as the food, smells, and landscape. After watching the video, I was intrigued and continued to watch several more videos, and my opinion is that you create the most interesting vlogs. Thank you so much. Overall, I wanted to thank you for creating interesting videos that are fun to watch, making my language learning experience so much better and faster than simply listening to boring lessons or read dull books. Na hát ez egy nagyon-nagyon hosszú levél volt, két oldalas. Köszönöm szépen, Monika. Én csak azért is magyarul fogok neked beszélni,
hogy tanuljad a magyar nyelvet, vagy hogy jobban magadévá tegyed megint. Tehát én nem akarok neked angolul beszélni, köszönöm szépen a leveledet, Monika. Nagyon-nagyon durván örültem, amikor megláttam, hogy Kanadából is kaptam a levelet. És Monika, nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked az itteni továbbtanuláshoz Budapesten, és remélem egyszer úgy, hogy az az élet, hogy akár össze is futunk. Na hát ennyi volt ez a 4 levél, megosztottam veletek, hogy milyen fajta leveleket kapok, és én még egyszer elmondanám, hogy küldjetek nagyon sok levelet, hiszen teljesen más egy ilyet kapni, ilyet, aminek ilyen hangja van, hogyha ütögeted, mint egy kommentet. A kommenteknek is nagyon örülök, de azért ezek a levelek, ez... Ah! És megyek is haza, kezd besötétedni, és így már nem nagyon tudok videózni. Na most visszatérve gyorsan a rádió témára. Nem mondtam el, hogy mikor lesznek az adások, nem mondtam el, hogy melyik rádiónál tudtok majd minket hallgatni, és hogy honnan lesz fogható ez a rádió. Ezekről majd a további videóban értesítelek titeket, hiszen még tökre nem fix az egész. Viszont ne búslakodjatok, az fix, hogy lesz ez a műsor, és az lesz a neve, hogy Vlog Dealers. A Harryre vártunk 10 percet, több mint 10 percet. Bementünk boltba, és Harry a... Egy perc alatt háromszor hív engem, hogy hol vagyunk. Szecső az elején olyan szép kihúzottan lépcsőzött most már. Most